Többen többféleképpen ítélik meg az első és a második világháborút, más a hivatalos, akadémikus szemlélet, másként tekint az eseményekre a két szervező, a 64 vármegye és a Jobbik ifjúsági tagozata. Ők komplexen nézik a 20. század történelmét, mondják. A tavaszi hadjárat előadás sorozat is ezt a szemléletet adja át. Szeretnénk egyfajta konzervatív szemléletet is reprezentálni, illetve a fiatalok figyelmét felhívni arra, hogy igazából a nagyapáink, az apáink milyen értékekért, milyen erkölcsi motivációval dolgoztak és harcoltak. A Jobbik ifjúsági tagozatának elnöke szerint ez nem csak egy egyszerű háború volt, hanem kultúrák és világszemléletek, felfogások ütköztek egymással. Az első világháború történetéről Torda Zsolt, a Vitéz Doberdói Bánlaki Brejt József altábornagy hagyományőrző egyesület tagja beszélt. Megálltak a frontvonalak, nem tudott egyik fél sem kierőszakolni komolyabb sikert. Torda Zsolt tragikusnak nevezte, hogy mennyire nem ismerik az első világháborút az emberek, nem számít közkedvelt témának. Úgy véli, ez is azt támasztja alá, hogy kell ezzel a korszakkal foglalkozni. A világháború története mellett a rohamcsapatokról, a rohamharcászatról beszélt, majd bemutatta az első világháborús ruhákat és felszereléseket, az Isonzó völgyi háborús emlékhelyeket. A tavaszi hadjárat sorozat következő előadását két hét múlva tartják.